Megjósoltam valamikor január közepén azt, hogy én ki fogok égni március közepén, na az egy kicsit hamarabb jött el, hogyha nem lettek volna előre lebeszélve a live-ok, akkor nem hiszem, hogy lett volna februárban videó. Februárban tartottam egy fantasy februárt, ami nem lett annyira interaktív, mint szerettem volna, eszméletlenül kifáradtam, és nem is olvastam annyit, mint szerettem volna, de ugorjunk bele a bingó táblába is, nincsen mesterbingóm. Mesterbingóm nincs, de késbingóm az szerencsére van, úgyhogy nem volt teljesen bukás ez a dolog. Sokkal több fantasyt terveztem olvasni ebben a hónapban, de nem jött össze. Az első könyv, amit befejeztem a hónapban, az Knyhes Csillától volt az Ezüstkéz, ami az Onomerdő trilógiának a harmadik és egyben befejező része. A harmadik részében nem sokat beszélnék magának, ennek a résznek a cselekményéről. Az első rész cselekménye röviden az, hogy Emese egy fiatal magyar kislány, akinek az édesanyja egy tündér, aki megígéri neki, hogy majd egyszer bemutatja neki, hogy milyen az ő világa, de aztán egyszer csak eltűnik Emese életéből, és Emese azóta nem hisz a tündérekben és a megmentésre siető lovagokban, aztán egyszer csak hirtelen felbukkan az életében egy lovag, de közel sem azért, amire Emese számított. Egy magyar balladákat, tündéres népmeséket feldolgozó trilógia, ami nagyon-nagyon közel állt a szívemhez, és végre valahára sikerült befejeznem. A befejező kötet egy előzmény novellával indít, ami Rabomban életébe ad bepillantást, ahol megláthatjuk, hogy hogyan is lett ez a sokak által nagyon szeretett alak az, aki, hogy mennyire befolyásoló környezetbe került egy ennyire úgymond szerencsétlen kisgyerek, és mi lett ennek a következménye, stb. Engem nagyon könnyen berántott ez a rész vissza az Ólomerdő hangulatába, ami még mindig egy felnőtteknek írt mese, ami számomra az egyik legkedvesebb fantasy alzsáner. Ezt alátámasztja az, hogy még mindig csodálatos ennek a könyvnek a prózája, illetve egy elemet szeretnék kiemelni belőle, ami talán annyira nem spoileres, hogy nincsen benne negatív karakter, úgymond. Senki sem az ellenség vagy a gonosz, hanem mindenki a saját tudása szerint, a saját értékrendje mentén halad előre, amik néha ütköznek, és a sorozat úgy alapozta meg magát már az előző kötetekkel is, hogy egy nagyon intim, érzékeny hangulatú könyvről van szó, amiben a karaktereknek a belső útja legalább olyan fontos, mint a külső cselekmény, és ez az Ezüstkézben még inkább fontos lesz, és borzalmasan szeretem emiatt a sorozatot, már csak azért is, mert egyáltalán nem kiszámítható. Knyhes Csilla did what? Sok szerzőtől várom általában azt, amit Knyhes Csilla megcsinált ebben a könyvben. Pont Knyhes Csillától nem vártam, hogy megcsinálja ebben a könyvben, de semmi problémám nem volt vele. Úgyhogy nagyon-nagyon szerettem, messze a legjobb olvasásom volt az idei évben. Megpróbálom valamikor beidőzíteni az egész sorozat újraolvasását, mert ugyan neki a teljes élményt nagyon szerettem, olvassátok el. A második könyv, amit sikerült befejeznem, az Lynn Cobbultől a Sárkány hívása, ami az Igazlátó krónikák sorozat első része. Ez egy middle grade fantasy, egy dán szerzőtől, akinek igen, a Google Translate szerint így kell kimondani a nevét. Ennek a könyvnek a főszereplője egy kislány, akinek az édesanyja egy szégyenlátó, aki ki tudja csalni az emberekből a leginkább szégyenteljes pillanataikat. Ezt a képességet a lánya is örökli, akinek pont amiatt nincs nagyon sok népszerűsége, illetve barátja a faluban, ahol lakik, de amikor meggyilkolják a királyi családot, és az édesanyja nem hajlandó rákenni egy áldatlan emberre a gyilkosságot, akkor abba az ügybe belekeveredik a fiatal lány is. Ezzel a könyvvel leginkább az volt a bajom, ami általában nekem a middle grade regényekkel probléma szokott lenni, hogy nagyon gyors, túl tömör, és nem hagyja lélegezni a szereplőit, folyamatosan történik a cselekmény, nincs igazán világbemutatás, nincs igazán karakter mélységábrázolás, és leginkább ezt éreztem ennek a könyvnek a hibájának, azt, hogy nincsen mély világépítés, pedig vannak benne érdekes koncepciók, azt
nem feltétlenül írnám ennek a könyvnek a hibájának, tehát lehet a target célközönség, lehet, hogy a többi könyv merül el mélyenben abban, hogy milyen világban is vagyunk, de a szégyenlátó, mint koncepció, mint különleges képesség nagyon érdekes, mert vannak korlátai, ugyanis vannak olyan emberek, akikből nagyon nehezen vagy egyáltalán nem lehet kiszerni azt, hogy ők mit szégyelnek, mert olyan romlott emberek, hogy nem szégyellik azokat a bűnöket, amiket elkövettek. Vannak benne érdekes és jó pontok, például a főszereplő barátsága egy másik fiatal lánnyal, aki a kötetnek a későbbi részében bukkan föl, és nagyon bájosak együtt, illetve az, hogy szerepel a könyvben egy kutya, aki túléli, jéj. De összességében, ahogy ránéztem a borítóra, nekem nem olyan érzésem volt ettől, a könyvtől, hogy ez egy ilyen típusú könyv lesz, sokkal inkább valami olyasmit vártam, ahol kiderül, hogy az anya a sárkány, vagy valami hasonló, miközben ebben a könyvben így vannak sárkányok, de ennyi. Vannak. Nem látom azt, hogy folytatnám ezt a sorozatot, és így ebben a vitában a Póli családnak a Robi oldalára állok, Matilda apukának van igaza, ez a könyv szerintem annyira nem jó. A harmadik könyv, amit befejeztem Catherine Ardentől, a Boszorkány éjszakája című könyv volt, ami az Északi Erdő legendája sorozat harmadik és egyben befejező része. Igen, ebben a hónapban két sorozatot fejeztem be. Yes! Ez a sorozat körülbelül a 14. században játszódik a jelenlegi Oroszország helyén, ahol akkor még nem létezett Oroszország, csak különböző nagyfejedelemségek, és az új kereszténység, illetve a kereszténység és a régi hitek ütköztetéséről szól, a sorozat főszereplője pedig Vászja, egy olyan lány, aki látja a régi hitek legendás alakjait, illetve kis házőrző manukáit, úgymond. A harmadik részen nem sokat akarok beszélni, mert nagyon sok spoiler lenne abban, amit mondanék, úgyis, ha valaki a spoileres véleményekre kíváncsi, akkor van Matildával egy több mint egy órás live-unk az egész sorozatról, a csatornámon bennhagyom a sorokban. A legfontosabb pontokat emelném ki itt, spoilermentesen. Először is az eleje ennek a könyvnek, a nyitó jelenete, az első fontosabb eseménysor, az nagyon hatásosan lett megírva. Kirázott a hideg, gyűlöltem, akit gyűlölni akartam, nem értettem, hogy mi folyik itt, és nagyon fájt olvasni. Ez főleg érzelmeket indított el bennem. Fantasztikus kezdés. Utána jöttek újra különböző oroszos monovilágbeli karakterek, illetve helyszínek bemutatása, amit szintén nagyon élveztem, nagyon szívesen lubickoltam volna még többet ezek között a karakterek között. Ebben a könyvben csúcsosodik ki a romantikus szál Vászja és szíve Szotya között, ami tokoké volt, semmi problémám nem volt vele, szerintem ilyen fantasy szerelemnek kifejezetten jó. Maga minden egyes nagyobb cselekmény halmaz, amit kaptunk, az önmagába véve tök jó volt, viszont én úgy érzem, hogy ez a könyv is túlságosan össze van nyomva, és sokkal inkább lehetett volna lélegezni hagyni, hogyha ez a könyv kettő lesz. Pláne úgy, hogy pont a kötet felénél van egy olyan dolog, hogy megcsinálunk valamit, kipipáljuk, utána eltelik öt oldal, és visszacsináljuk, meg most mégis szükség van arra a végeredményre, ami azáltal lesz, hogy visszacsináljuk az előző fontos pontot, amit így én nem tudok értékelni, mert nagyon frusztrált, mert akkor minek kellett, meg miért nem tudott eltelni közöttel legalább egy pici idő. Én leginkább ennek a könyvsorozatnak az eszméletlen potenciáját értékelem, mint azt, amit ténylegesen meg lett valósítva. Ebből a sorozatból lehetett volna sokkal több is, de még így is az egyik legjobb olvasmányi élményem volt a harmadik rész, meg még annak idején az első rész. Úgyhogy abszolút tudom ajánlani a sorozatot. A negyedik kötetről nem fogok sokat beszélni, ez pedig Colin Coovertől a Small Favors. Ezt a Booksplaining Garage csatorna SZTI nyomta a kezembe, hogy olvassam el, jó lesz, és jó is lett. Egy képregényről van szó, ami kisebb one-shotoknak az összegzése, akinek a főszereplője egy nagyon-nagyon horny nő, és ez az egész egy eléggé weird, leszbikus pornóképregény, amivel nekem semmi problémám volt, mert egy ekkora hatalmas, nagy labda fan volt az olvasási élmény. Nagyon élveztem olvasni két dolog miatt, az egyik, hogy érezhetően nőknek
lett írva egy nő által, és nincsen benne nagyon a Miel Géz, amit én borzalmasan élveztem. A másik pedig, hogy nagyon gyakran ledönti a negyedik falat, és kiszúr az olvasónak, és nagyon sokszor felhívja az olvasó figyelmét arra, hogy milyen aprócska dolgokat nem vett észre, úgy pár oldala ezelőtt, amire aztán kitér, és egy egész one-shotot, egy egész fejezet, hiszen szórakoztató volt. Na, nem tudom, hogy mennyire beszereztető, nem tudom, hogy Eszter hogyan jutott hozzá, de nekem tetszett. It was fun. Az ötödik olvasásomban nagyon, nagyon régóta tologatott Amerikai Istenek volt Neil Gaimantől. Ennek a könyvnek a főszereplője Árnyék, aki 3 éve ül börtönben, és amikor kiszabadul, értesül arról, hogy egy balesetben meghalt a felesége, ráadásul amikor elindul hazafele, akkor a repülőd egy nagyon furcsa úriember szerda elkezdi zaklatni, hogy dolgozzon neki, és olyan dolgokat mond, amik így nagyon furák, és innen indul ki a történet. Ezen a könyvvel az elsődleges problémám az volt, hogy Árnyék úgy érződött, mintha csak egy kamera lenne, és nem egy önálló személyiség. Pont emiatt teljesen tév útra vitt, pláne az egész borítóval és ennek a bölényistennek a megjelenésével, hogy hova akar elmenni ez a történet, egyáltalán nem arra mentünk el, mint amerre az én kis eszem gondolta, hogy menni fogunk, ami egy kicsit csalódás volt, de a végelemény tekintetem annyira probléma. Nagyon fontos kiemelnem, hogy borzalmasan szerettem Laurát. Imádtam, amit csinál meg, hogy hogyan halad párhuzamosan az élete Árnyékkal. Oda vagyok érte. Emellett a könyvben vannak még egy kicsi ilyen hangulati aláfestő, kiugró jelenetek, amik a múltba tekintenek vissza, vagy teljesen random karakterekről az utcán beszél, és ezek általában engem borzalmasan kidobnak egy könyvből. Itt viszont nagyon sokat segített abban, hogy felépítse a világot, és kifejezetten a taxisofőrös kis novellácskát nagyon-nagyon-nagyon szerettem. Összességében volt, hogy falhoz akartam vágni a könyvet, mondván túl klisés, de végül inkább az az érzésem, hogy túl sokat, nem is az, hogy túl sokat markolt Neil Gaiman, de egy kicsit élveztem volna, hogyha több témát boncol ki egy kicsit jobban. Összességében tetszett, bár még mindig jobban tetszik az a teória, amit én találtam ki, hogy merre fogunk haladni az amerikai hitvilággal, úgymond, de tetszett a végeredmény, és amúgy ez a 6. könyv, amit Neil Gaimantól olvasok, úgyhogy szép lassan utolérem a szerzőnek a munkásságát, így haladok előre, nem sokára nekiugorhatok a novellás köteteinek is. Az Amerikai Istenek is egy könyvklubos közös könyv volt, ami januárban volt választható, én egy kicsit későn olvastam, de januárban nagyon nem volt kedvem hozzá. Lent hagyom a linket a leírásban, hogy le tudjátok csekkolni, hogyha érdekelt titeket egy bővebb beszélgetés a könyvről. A 6. könyv, amit olvastam a hónapban, az egyedüli, ami nem passzolt a Fantasy februárra, ez pedig egy BookTube könyvklub közös könyv volt, Samina Bowman-től és Al Kennedy-től, a Him, ez a srác. A kötet főszereplője 2 hokis srác, akik 4 év után találnak újra egymásra egy majdnem egymás ellen vívott meccs alatt, és akkor újra felveszik egymással a kapcsolatot, és újra elmennek edzőtáboroskodni ugyanarra a helyre, ahol a tinédzser koruk nyarait töltötték el, de most mindketten edzők, és elkezdenek közöttük szikrák patogni, ugyanis ez egy meleg, erotikus könyv, és ezzel mindent elmondtam. Erotikus könyv lévén nem vártam tőle kifejezetten mély történetet, vagy karakterábrázolást. Nekem pont emiatt az, amit ebből a szempontból kaptunk, az tetszett, reálisnak tűnt, stb. Ami nem tűnt reálisnak, az erotikus részben volt. Egy-két helyzet, amiben keverednek a srácok, nagyon légből kapottnak tűnt nekem, amit hogyha megpróbáltam elképzelni, hogy ez így hogy működne, hogy van, akkor nem működött, és valamiért általában nekem nincs lelki szemem, és nincsen szükségem rá, hogy magam elé képzeljem a jelenetet, mert az érzelmi szintet át tudom élni. Valamiért itt pont feltűnt azonnal, hogy mikor vannak orbitális hülyeségek leírva ebben a könyvben, amin így
látszott, hogy a szerzők életükben nem látnak még meleg szexet élőben, csak pornót maximum. Ezek mellett a publikus szexnek a túlzott jelenlétével is eléggé nagy problémám van, pláne, hogy az egyik karakter még nem out, úgymond, és ugye mivel tanárok gyerekek közelébe vannak, még akkor is, hogyha nem azon a helyen vannak, ahol elvileg a gyerekek vannak, akkor ez még okozhatott volna konfliktus, és egy kicsit nagyobb hangsúlyt kellett volna fektetni arra, hogy ne egy tóba szexeljenek a csácok. No. A fordítás megkérdőjelezhető, és most jól indulatú vagyok, tehát vannak olyan szavak, amik helyett abszolút ilyen nagyon gyerekes verziókat használ, például a totál használható korcsolyáznak helyett a koriznak szót használta valamikor a fordító, illetve a fuck buddy helyett a dugipajtit sikerült valahogy lefordítani, a pining for pussy, az a muff felvonási tünet, vagy mind, és így sorolhatnám ezeket, amik így nagyon, nagyon zavartak és fájtak. Hogy ne legyek tisztán negatív, voltak benne kifejezetten pozitív dolgok, ahogy Jamie kezelte Hollyt, amikor ő random beállított hozzá, az egy kifejezetten jó példa volt, Jamie egész családja egy olyan, amit egy ilyen hatalmas ölelésbe szeretnék vonni, mert valami fantasztikus, illetve Jamie-nek a kísérletezgetése, hogy most akkor megpróbálja megállapítani, hogy oké, akkor benne felébredtek bizonyos vágyak, akkor ez most így miért van, és nem az lett a történet vége, hogy ő igazából még heterónak vallja magát, és csak ezért az egyetlen is srácért meleg, hanem beismerte, hogy oké, akkor ő mindkét nemhez vonzódik. El nem tudjátok képzelni, hogy hány olyan könyvet olvastam még annó fiatalabb koromban, ahol az utóbbi volt a végkifejlet, és hanem mondja be, hogy mennyire káros ez a jelenség. Én egynek elmegy kategóriának tartom, van róla egy hosszú kibeszélő saci csatornáján, azt itt hagyom az i betűben, és amúgy nekem igazság szerint jóval kevésbé tetszett, mint ahogy a live-ból, meg most lejön, ez van. Szóval ez lett volna a februári olvasónaplom. Nem sikerült annyi könyvet olvasnom, mint szeretnék, nem sikerült annyi videót csinálnom, mint szeretnék, nem sikerült megcsinálnom a Fantasy Február mesterbingót se, úgyhogy egy kicsit csalódott vagyok, de ezek mellett pozitív, mert olyan dolgokat sikerült végre elolvasnom, amiket nagyon-nagyon régóta tolok magam előtt, és legalább ezek a kicsi kockák így lekerültek a hátamról, ami miatt mégis boldog vagyok. Nektek mi volt a kedvenc olvasmányotok? Sikerült-e megcsinálnotok a Fantasy Bingót? Hagyjátok lenn kommentben. Addig is köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Viszlát legközelebb. Sziasztok!